Kérem szépen, egy füves kertben vagyunk, hiszen mindenféle növényeket látok itt. Ezek pedig fűszer növények, egészen pontosan. Ideális esetben azt mondanám, hogy ezek a kertemből vannak, ahol én mindig termesztek fűszernövényt, és azt szoktam egyébként javasolni mindenkinek, aki kertészkedni akar, akármilyen kicsi placca van, fűszernövényen mindenféleképpen érdemes próbálkozni, mert ezekkel tényleg minimális dolgunk van. Például itt a kakukkfű, vagy a rozmaring, ezek annyira strapabíró növények, ezeknek tényleg csak az kell, hogy nagyon-nagyon ritkán kapjanak egy kis vizet, és akkor már el vannak, ami kell nekik az a napfény, legalábbis akkor, hogy azt szeretnék, hogy jó ízesek legyenek, tehát minél több napot kapnak, annál több illóolajat fognak termelni. Vannak olyan fűszernövények, amik áttelelnek, tehát a rozmaringa, a kakukkfű az át szokott telelni, meg a zsája is, de például a bazsalikom az nem bírja a telet, az kifejezetten egy napfényimádó, ő egyébként egy eléggé vízimádó is. De lehet is látni, hogy az emberi hozzáér, hogy ennek egy ilyen vízzel teli húsos szerkezete van. Általában ezt nem tudjuk frissíve felhasználni, ezért el kell őket rakni télire, mert milyen jól esik az, amikor télen az ember főzne egyet, és akkor nem az van, hogy a bolti fűszert kell használni, hanem a saját magunk által megtermesztett fűszerhez tudunk hozzányúlni. De ehhez viszont arra van szükség, hogy el tudjuk ezeket a fűszereket tenni. Mivel kezdjük? Hogyan kell betakarítani egyáltalán ezeket a növényeket? Hát egész egyszerűen le kell vagdosni például a bazsalikomot. Ezt a legegyszerűbb módon úgy tudjuk eltenni nyilván, hogy megszárítjuk. Szabad ég alatt érdemes, vagy bent a lakásban? Lehet bent a lakásban, de egy jól szellőző helyen, ahol átjárja a levegő, ellenkező esetben egy kicsit bedohosodhat, megtenészedhet. Egy ilyen kis csokrot készítünk, egy nagyon kellemes illatot fog nekünk árasztani. Érzed, ahogy belengi? De jó, de belengi jó, nagyon az egész, kellemes. Az egész területet. És amivel lehet még fokozni ezt az élményt, hogyha egy papírzacskót használunk, mondjuk egy picit kisebbet célszerűbb erre a célra, és akkor esetleg abba is bele lehet tenni ezt a kis csokrot, berakjuk a papírzacskóba. Ez azért jó, mert itt megint csak az van, hogy lassabban fog száradni, de ügyelni kell rá, hogy azért ez is száraz helyen legyen, mert itt viszont már van esély arra, hogy kicsit bepenészedjen. Én nagyon-nagyon szeretem a fagyasztást, és az egy kiváló dolog, hiszen ott minden megőrződik. És ehhez például nagyon jól működnek az ilyen kis műanyag dobozok, mint amiket itt a körveres hölgyek is hoztak magukkal. Kis rozmaringot bedobáltam ide, megint csak az van, hogy fogjuk magunkat és levágogatjuk, és így betesszük őket. Azért lehet ezeket így, mert ez nem fog összefagyni. Tehát ezt nyugodtan berakjuk, hogyha mintha telepakoltuk rozmaringgal, berakjuk a mélyhűtőbe, amikor szükségünk van rá, akkor kivesszük, és mivel hogy ez nem olyan, mint a bazsalikom, nem fagy úgy össze, tehát ki fogunk tudni venni belőle egy szálat, a többit meg visszarakjuk. Az ilyen nagyon húsos levelű dolgok, mint a bazsalikom, vagy esetleg a spenót, az majd azok összefagynak egy ilyen nagy téglává, és akkor azt vagy felhasználjuk az egészet úgy, ahogy van, vagy pedig ami megmaradt, és ki kell dobni, ugye arra nagyon kell ügyelni, hogy ami egyszer fölolvadt a mélyhűtőből, azt utána nem szabad még egyszer visszatenni. A fagyasztás nem öli meg ezeket a baktériumokat, és bizony komoly problémákat tud okozni. Van szerencsére arra is megoldás, hogy esetleg nincsen hűtőládánk. Az olívaolaj, hát vagy valamilyen olaj, ugye az olajról azt kell tudni, hogy ez hermetikusan lezárja azokat a dolgokat, amik benne vannak, ezért lehet olajban eltenni. Nem éri oxigén ezeket a gyümölcsöket, növényeket, fűszernövényeket, így ezért nem indul meg a bomlás. Akár évekig el lehet rakni őket, és a fűszernövények erre kifejezetten alkalmasak. Itt már el is indítottam egy ilyen folyamatot. És egyszerűen csak annyit kell csinálnunk, hogy megfogjuk mondjuk a bazsalikomunkat, ami még így friss, és egyszerűen fölöntjük olívaolajjal, és akkor keletkezik néhány hét alatt egy nagyon-nagyon ízletes fűszerolajunk, és bármikor, amikor egy kis salátát csinálunk, vagy valami bazsalikomos olasz ételt akarunk készíteni, akkor egyszerűen csak ráöntjük az olajat, és ott lesz az a bazsalikomos íz, mert az olaj oldja ezeket az aromákat, meg ezeket az olajokat, és akkor tökéletes a dolog, és ráadásul időközönként a fölöntjük, akkor ez így újra tölthető is, csak arra kell ügyelni, hogy annyi legyen az olívaolaj, ami elfedi. Én nem szoktam belevesződni, tényleg arra szoktam ügyelni, hogy tele legyen, és kifejezetten jól mutat, hogyha a polcon van egy-két ilyen boszorkányos keverékünk, és ugyanúgy el lehet rakni egyébként a befőtes üvegbe a szárított növényt is, miután már száraz, ugye nincs benne nedvesség, akkor azt is bele lehet rakni, és akkor tök jól mutat egy ilyen rusztikus konyhába, hogy ott vannak fönt a különböző eltett dolgaink. Fűszernövényt mondjuk egy ilyen kis kaspóba csak úgy lehet tenni, hogyha van a kaspó alján vízelvezető lyuk, mert ha valamit nem bírnak a fűszernövények, az a pangóvíz. Tanulság az előadásodból, hogy bátran bele kell vágni egy ilyenbe, mert csak nyerhetünk vele ízeket, akár télen, akár nyáron. Pontosan, egy élmény volt. Köszönöm szépen. Köszönöm.